Több esetben kérték a tűzoltók segítségét szabadtéri tüzek oltásához Szabolcsnál Bereg megyében a hétvégén. 8 hektáron gyulladt meg a száraz ajnövényzet, 2 hektáron a száraz bozótos és 100 négyzetméteren égett a száraz fű vasárnap délelőtt Dombrádon. 1 hektáron kellett a kigyulladt lábon álló gabonát, valamint a lángra kapott akácos ajnövényzetét oltaniuk a szakembereknek Tiszakanyár külterületén. Ezek mellett kisebb tűzesetek adtak még feladatot a tűzoltóknak Kótajnál, Kisvárdán és a megyeszékhely környékén. Is. 2015. július 3-án az egész országra tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőgazdálkodásért felelős miniszter úr. Ez visszavonulásig érvényes, tehát még nem tudjuk, hogy meddig van ez elrendelve. Mindez azt jelenti, hogy erdőkben, az erdőktől számított 200 méteres távolságon belül közút és vasút melletti fásításokban szigorúan tilos mindennemű tűzgyújtás, tehát tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, és tilos mindennemű parlag és gazégetés ezen területeken. Ha valaki tüzet észlel, megpróbálhatja a rendelkezésre álló eszközökkel eloltani, de mindenképp kötelessége bejelenteni az esetet a 105-ös vagy a 112-es ingyenesen hívható segélyszámon. Az új országos tűzelmi szabályzat, amely idén március elején lépett hatályba, bevezette az irányított égetés fogalmát, ami azt jelenti, hogy külterületen kérelemre a hatóságunk, tehát tűzelmi hatóság engedélyt adhat égetés végrehajtására. A tűzgyújtási tilalom bevezetésével ez most felfüggesztésre kerül, tehát mindenemű ilyen típusú égetés szigorúan tilos, tehát az erre időszakra kiadott engedélyek is semmisek, tehát az irányított égetés nem valósítható meg. Ha valaki a tilalom ellenére tüzet okoz, 20-tól akár 60 000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságra számíthat.